mi a Kabbala Tanul című könyvből olvasunk, a Kabbala bölcsességnek lényege, a mondat, ahonnan folytatjuk, a fejezet cím, ezt is elmondták most. Kérdéseket befejtenek a lecke során, és a kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva. Tehát a Kabbala bölcselete állandóságban véve két egymással párhuzamos, két viselkedés módjára azonos rendezésre osztódik, amikor is az egyedüli különbség mindössze annyi köztük, hogy míg nem az első rendeződés fentről lefelé húzódik, addig pontosan ugyanazok az útvonalos összetevőkön megy keresztül a alulról felfelé emelkedés, amely a megjelenésekkel és a feltározásokkal egy időben vésődött ki. Az első rendeződést úgy említjük, hogy a világok parcufok és a szfírák láncszerű leereszkedése, azok létező összes történésével, a második rendeződés pedig mint elérések, vagy proféciák és a Szentlélek fokozatainak nevezzük, amelyből, ha valaki elér egy adott szintre, ugyanazokon az átjáró pontokon és utakon köteles végigmenni, és elérni a megannyi apró részletet és fokozatot lépésről lépésre, pontosan ugyanazokon a szabályszerűségek mentén, amelyek még fentről lefelé haladás során vésődtek belé. Mégpedig azért, mivel az istenség feltárása szemben az anyagi dolgok feltárásával nem valami azonnali módon, egy azon pillanatban megy végbe, hanem az idők folyamán fokozatosan az észlelhető tisztaság függvényében, míg nem az összes fentről lefelé átrendeződött meg annyi fokozat feltárul az ember előtt. És mint hogy ezek olyan képen vannak elrendezve, hogy csak egymást követően felülről lefelé lehet elérni, ezek a létrefogók esetén fokozatoknak vannak nevezve. Tehát itt nekünk van egy létránk. Tehát nyilvánvalóan ez különböző állapotokat jelent a mi világunkhoz képest, a létrának a fokozatai. És nyilvánvalóan egy minőségi emelkedést és minőségi lesüllyedés van az Ein Sof és a mi világunk között. Tehát, hogy hogyan emelkedünk fel ebből a világból az Ein Sofig és vissza, ez a okokozati összefüggés alapján történik. Ezeket hívjuk szinteknek, ezeket az emelkedéseket. A Bászolá pontosan ő használta először a létra kifejezést. Ezért is hívják őt, az ő kommentárját létra kommentároknak. Mert először a parcufok és a világok leereszkedése történt ezen a létrán, aztán pedig visszafelé az emelkedése történik. Tehát akkor, ha van kérdésetek, most kérdezzetek magyarul. Tehát én nem értem, amit Tom most mondott, a mi időnktől kezdve mi alulról fölfel megkezdjük az emelkedést. De mi volt előtte? Előttünk. Tehát van három tengely, ugye, amit használunk. Mióta vagy velünk? Jó néhány éve. Néhány éve, mondjanak. Tehát felülről lefelé ereszkedtünk ebbe a világba.
és alulról fölfele. Most kezdtük meg a visszaemelkedést, és ha mi az Enszof világában voltunk, és vagyunk most is, Rav rajzol valószínűleg, csak most nem látom, lekapcsoltam a videót, hogy tudjak fordítani. Tehát itt vagyunk ebben a világban, ez ugye a süllyedés. Tehát 125 szinten keresztül, és aztán pedig megjelenik egy új lehetőség. De hol vagyunk most? Most hol vagyunk? Itt, mondja, mutatja. Tehát ez az, ahol vagyunk. Tehát az összes előző generáció, az első templom, a második templom, hol vannak ők ezen a tengelyen? Fizikailag vagy spirituálisan? Nem tudom, nem értem, hogy hogyan tudnak ők elérni, hogyha most kezdődik az emelkedés, hogy értek el bármit alulról fölfele? Mert ez a felkészülés időben volt. Itt van a nagy robbanás. Oké, tehát nekik már megvoltak az állapotok, amin mi keresztül megyünk. Hát persze, hát mondjuk ez itt Adam Harishon. Utána jött Ábrahám. Az is már régen volt. Aztán jött az első templom, aztán a második templom, megint zuhanás. Ez mondjuk 2000 év. Oké, de utolsó kérdésem. Akkor mi van különbség a mi elérésünk és a elődeink elérése között? Nem tudom. Azért ez nem tekintető, ez csak egy felkészülés volt, ők nem igazán alulról felfele emelkedtek, a legtisztább edényeikkel elérték ezt, maradjunk ennyiben magyarok. Van zavaró itt, amit én nem értek. Egyfelől mi tanuljuk, hogy leereszkedünk a 125 fokozaton keresztül, majd pedig vissza kell mennünk alulról fölfele 125 fokozaton. Igen, ez így működik, magyarav. Így történik a létrefokozatokon való mozgás lefele, meg fölfele. Oké, na de akkor itt valami módon van a folyamatnak fix részei, nem? Tehát először van a cincum, a megszorítás, amely a fejlődésnek a kezdete, és mi is megszorításra kezdjük ugye a fölfelé menetelést. Tehát a létrának az egy nagyon fontos lépése. Ugyanazon a létrán mászkálsz, mondja a rab, ahogy ez felülről lefele ki lett építve. Minden alkalommal neked bizonyos feltételek kell, ki kellett formaegyezéseket hozni magad a létrának bizonyos fokaival, akkor tudsz fölmenni rajta. Oké, de amikor mi a leereszkedésről tanulunk, de felülről lefele, igen. Tehát tanulunk a leereszkedésről felülről lefele. Mi a folyamatot tanuljuk. Négy fázis, cincum, törés. De ez mind megtörtént, így van. De felülről lefele történt, és így érzékeljük. Így van, akkor az edény lezuhant ide. Kiépített a mi számunkra az edény egy világegyetemet. Na, de az egész folyamat felettünk van, nem?
Mert nekünk még egyszer meg kell tapasztalni, hát még vissza kell emelkednünk. Tehát még egyszer, ha ez megtörtént, akkor hogy kezdhetjük el még egyszer ezt a folyamatot? Nem, te ebből a világból indulsz, hát nem ugyanaz a folyamat, mondja rab. Tehát hol vagy most? Ettől a ponttól indulunk, a legalacsonyabb ponttól indulunk. Oké. Okay. Megpróbálom még egyszer elmagyarázni. Tehát volt a négy állomása, és akkor a végén jött a megszorítás. Hát hogyan tudnál létrámászkálni a megszorítás nélkül? Tehát a megszorítás, mondja rab, az minden szintet kontrollál, mert a cincumtól kezdődött, a megszorítástól kezdődött a teremtés. Tehát nincs teremtmény a megszorítás nélkül. Akkor mit tanulok? A szinteket, a szabályokat? Mit tanulok én? Tehát te az abszolút szabályait tanulod meg, hogy hogyan tudod használni annak érdekében, hogy olyan névány, mint ő. Na de én nem látom a létrát itt, mondja a srác. Én csak a szabályokat látom. Tehát minden egyes szinten működik a megszorítás, sőt egyre jobban működik. Hát minél magasabbra mászol, annál kevésbé van megszorítás. Na de mi akkor a létre fokok? Nem értem a kérdésedet. Ne haragudj. Hát olvassunk, és... Tehát olyan, mintha te nem olvastad volna sose ezt a cikket. De a cikk a kérdez, de a lényeghez. Rav elutasította, de most mondta a srác, hogy majd én felolvasok egy részt. Tehát a következőt mondja a szöveg. Tehát a teremtőnek a feltárulása az nem egyszerre történik meg, hanem annak megfelelően, hogy az ember mit ér el. Tehát ön azt tanítja nekünk, hogy a korrekció felé haladunk, már tikunik. Tehát a kérdésem egyszerű. Nem akarom most megzavarni a dolgokat. Én nem tanítom ezt. Én arra felé vezetlek, amit Bála Szulám mond, hogy ti a messiásnak vagytok az idejében. Oké, na de a kérdésem a következő. Van lehetőségünk felgyorsítani ezt, vagy ez egy megtörhetetlen törvény, hogy ugyanazon kell keresztül menünk? Nem, a szabad akarat miatt nincs behatárolt idő. Tehát akkor a messiás ideje, az gyorsabban, itt már fel lehet gyorsítani az időt. Oké, de hát akkor a kérdésem az, mondja a srác, hogy tehát neked nem 10 év kell az, hogy befejezd a sulit, egy iskolát. Tehát lehet, hogy rögtön a másodikba mész, és akkor nem mész a negyedikba, hanem elmész a hatodikba, hanem ott már minden megtanulsz. Tehát nyilván ezek nyilvánvalóan még hogyha most megvárom, mit mond a Rav. Tehát annak érdekében, hogy bármi ígér neked egy csomó dolgot, és mégis azért, hogy befejezd korábban az iskolát, tehát a 12 év az 12 év, tehát milyen fajta problémákon kell keresztül menned, nyilván a makacságodnaktól függ, de tehát van egy adott idő, x év, és nyilvánvalóan nekem ennyi időt be kell fejeznem ezt az iskolát, erre a rászánt idő alatt. És nyilván lehetsz ebben az időszakban egy kiváló ember, de mégsem fog neked segíteni abban,
hogy ne üssenek téged, hogy úgy válj teljesen, hogy fölgyorsítsd az időt. Oké, de ha nem fog nekem ez segíteni, tehát nekem az egész világgal egy nagyon erőteljes kapcsolatot kell kiépítenem, hogy az időt föl tudjam gyorsítani, és hogy mindannyian, mint individuális lények tudjunk együtt dolgozni, a kapcsolat, amely a világban érzékelhető és feltárulható, ugye nyilvánvalóan az egész világ egyszerre lépkedik, tehát nyilvánvalóan tehát az, hogy a világot hogy fogadod el, és mennyire van mögötted, ez egy dolog. De nem segít neked, ha azt mondod, hogy én még ezt meg azt meg azt megcsinálok, mert van még időm a világ fejlődéséhez, ennek a befejezéséhez. Tehát ez nem így működik, magyarabb, hanem minden egyes dolog, amit neked végre kellett hajtani, amit át kellett menned, az azért szólt, azért történt, hogy megfizesd azt, hogy meg kell fizetned, és hogy elhidd, hogy mindenre szükséged volt. Tehát, amit most ön mond, amit most nekem ajánl, tehát akkor ez a következő, hogy én valóban le tudom rövidíteni ezt az időt, fel tudom gyorsítani. Mit kell tennem? ABC. Mit kell tennem? Mit ajánlom, hogy fölgyorsítsam az időt? Nincs jobb eszközünk, mint a terjesztés. A Kabbala bölcsességének a terjesztése Izraelnek, a zsidóknak, a tengeren túlon is, és általában az egész nemzetnek. Ez a legerősebb eszköz, és ezek által az egész csoportnak erőt kell nyernie, és az árvotnak az ereje az, ami ezt fönntartja. Ha nincsen erőteljesebb parancsolat, mint az, hogy menjetek ki az emberekhez. És én ígérem nektek, hogy az emberek készen állnak arra, hogy bármit elvegyenek. A Teremtő velünk van, kapcsolatban áll velünk, és megadott minden feltételt, hogy megértsük az emberek, hogy miről beszéltek. Ezek a feltételek, ez arra irányulnak, hogy az emberek akarjanak figyelni rátok. Egyszerűen ezt kell tennünk. Fel kell gyorsítanunk az időt. Oké, de ez azt jelenti, hogy tehát ön azt mondta 2 évvel ezelőtt, hogy lesznek dolgok, amiket sose láttunk. Tehát, hogy és én azt gondolom, hogy itt iszonyú mennyiségű munka van még, amit el kell végezni. És hogy az emberek tehát nagyon sok ember megjelenik itt. Igen, ez így van. Mi itt a kiterjedésről beszélünk felülről lefele, és aztán a visszaemelkedésről felülről, vagy alulról fölfele. És tehát mindenek előtt a Kabbala bölcsességének tanulásával ezt elérni. Tehát itt mindenféle absztrakt név jelenik meg a Kabbalában. És ez azért van így, mert az istenség a spiritualitásban, ahol nincsen idő és mozgás, hiszen ezért nem tudja egyébként, a mi képzeletünk se tudja ezt megragadni, ezért csak absztrakt nevekről szól,
még akkor is, hogyha magasztosabbak és emelkedettebbek lévén, hogy már a kezdetektől mentes mindenféle képzeletbeli tényezőktől. De ez nem így van. Sőt, mi több? A kabbal ugyanis csak olyan fogalmakat és neveket használ, melyek konkrét valós dolgokat jelölnek. És egy megtörhetetlen törvény minden kabbalista számára, hogy mindaz, amit nem érünk el, azaz nem észlelünk, annak nem adunk nevet, vagy nem foglaljuk szavakba. Tudni kell, hogy az elérés szó héberül, ami haszaga, az az értelem legutolsó szintjére utal, mert majd eléri a kezed héberül kitaszi jathá mondásból lett véve magyarán, mindaddig még egy dolog nem válik a szem előtt annyira világossá, mint amilyen kézbevéve volt, a kabbalisták nem nevezik elértnek, hanem csak megértnek, megértetnek, vagy felfogottnak. Kérdések? Hagyjátok őt kérdezni, mondja rá valakinek. Tehát egyfelől a teremtő megteremtett egy vágyat, és aztán behelyezte ebbe a világba egy ilyen szisztematikus módon, majd jött a megszorítás, mert ugye az azért kellett, mert ezt tanuljuk, tehát, hogy szégyent érzett. Helyesen, amit eddig mondtam, igen. Tehát majd ez a vágy rádöbben, hogy mi történt a lesüllyedés alatt, és akkor ilyen módon kezd el a teremtőhöz visszakapcsolódni. A megszorítás, amit erre szüksége volt a vágynak, az lekristályosította. Tehát abban a pillanatban, amikor ezt éreztük, egyfelől egy hatalmas megszerzési vágy jelent meg, örömök, másfelől pedig a teremtőnek a nagyszerűsége, ami a kabbala bölcsességével érkezik meg, és vele együtt megérkezett ugye a megszerzés iránti szégyen, ez egy keserű ízű dolog volt, és ez magára vonta a megszorítást, és ez a két dolog, ez a két erő egyszerre dolgozik az emberem, tehát van egy erő, amelyik megszorítást végez, van egy erő pedig, amely a megszerzést irányítja. Ezt látjuk a természetben. A szégyen, amit mi érzünk a megszerzési vágy felett, az egyfajta számítást képes végezni. És nyilván itt a természetnek az erejéről vannak, tehát vannak ezek az erők, meg azok az erők, és utána mindig a cselekedeteket, 1-2-3-4-es szintű erők jelennek, meg majd cselekszik az ember. Tehát itt nem is nagyon van az ember nevében más érzés, mint a szégyen, és a szégyenkezés után bizonyos fajta cselekedet. Mi átmentünk ezek a dolgokon, itt alul is, de az Ensoft világában itt csak erőkről beszélünk, ott nincs. Tehát gágát ápszágot, nincsen szabad akarat. Az acélet világában is szabad akarat. Az egy rendszer. Az egy rendszer, ami a feltételnek megfelelően működik, annak az érdekében, hogy a rendszert fenntartsa, és ennek eredményeképpen a fény és az egyén között kialakuljon az általános helyzet. Oké, na akkor most felülről lefele beszélünk, vagy arról fölfele. Tehát ha én emelkedem az ENSZO felé, a mi munkánk az mondja rá, hogy a természetnek megfelelően mi mindig nyomásra lehelyezzük magunkat, hogy formegyedésbe kerüljünk a rendszerrel, és emelkedjünk, és megjelenik itt egy különleges komponens, amit szabad akaratnak nevezünk, Ádámnak, amely, és ez emelkedik föl. Na, olvasunk csak. A megvalósítás a kabbala bölcsetében. Még ebben a szemünk előtt zajló anyagi világban is találunk olyan valóságos dolgokat, melyek bár a valós miben létéről, lényegéről nincs érzékelésünk vagy képzeletünk,
Ilyen az elektromosság, a mágnesesség, amelyeket csak ősi fluidumnak nevezünk. Mindazonáltal ki kell mondani, hogy ezek a nevek nem valóságosak, mikor magát a működésüket észleljük, és a legkevésbé sem érdekel bennünket, hogy magát a nevezett dolgot lényegi valójában az, tudjuk-e megragadni, azaz magát az elektromosságot, mint olyanok képtelenek vagyunk észlelni. Így ez a név annyira valóságos és közeli a számunkra, mintha csak teljes egészében észlelni tudnánk az érzékszerveinkkel, míg nem minden kisgyerek olyan jól ismeri az elektromosság fogalmát, mint a kenyér, a cukor vagy a többi neveket. Sőt, ha egy kicsit próbálkának tenni a vizsgálóeszközeinket, úgy általánosabban véve, azt mondhatnánk, hogy amennyire teljes képtelenség észlelni és elérni a teremtőt, ugyanúgy egy az egyben nem tudjuk elérni a teremtmények lényegi vetületét sem, de még csak a kezünkben vehető kitapintható anyagi tárgyaknak a lényegét sem. Olyan kép, hogy ebben a szemünk előtt zajló történések világában minden ismeretünk, amivel csak rendelkezünk barátainkról, rokonainkról, az nem más, mint az ő cselekedeteikre való ráébredésünk, mely műveletek, cselekedetek az érzékszerveinkkel való találkozás eredményeképpen keltenek bennünk elragadtatást, és születnek meg. S noha magát a tárgy lényegi valóját képtelenek vagyunk észlelni, ám mégis ezek a műveletek teljesen kielégítők a számunkra. Sőt, hogy még távolabban menjünk, még a saját magunk lényegi valóját sem tudjuk észlelni és elérni. Ez azt jelenti, mondja Rav, én csak egy tudok, hogy egy dolgot tudok, mondja Rav, hogy a viselkedésünknek, az érzésének megfelelően, annak megfelelően, ami történik velem, én egyszerűen elképzelem magam számára, hogy mit kell tennem. Hogy ez a testem valóban így működik-e, vagy tényleg az történik-e, amit én elképzelek, vagy most az, hogy én kiterjedek a dimenziókon túlra, vagy nem, ezt nem tudom. Nem tudom, ki vagyok, nem tudom, mi vagyok. Egyetlen dolgot tudok önmagamról, az, hogy ebben a pillanatban annak megfelelően, amit érzékelek, ami most történik velem, annak megfelelően bizonyos reakcióimat érzékelek. És akkor talán a következő állapotban felfedezem magam, és lehet, hogy rájövök, hogy tök más vagyok, mint ma látom magam, mondjam. Tehát a pillanatnyi testem például. Úgy tűnik nekem, ahogy kinéz, hogy ez a funkciói alapján így érzékelhető. De ha holnap reggel másképp fog funkcionálni az, amit ma a testnek gondolom, akkor másképp fogom látni a testemet. Értitek ezt? A teremet döbben csönd van. Igen, Jakov. Ezt hívjuk elérésnek? Hogyha magamat érzékelem? Nem, mondhatjuk ezt is, mondjuk. Nem, mindig a teremtő, az elérést azonban tudnod kell, mindig a teremtő elérésre beszélünk. Oké, de ez az elérés, ez megváltoztat bennünket, nem? Jobb, ha nem zavarjuk meg magunkat ebben a pillanatban azzal, hogy kapcsolatok, hogy látják a testet. Mennyivel van a fizikai test, ezt valahogy érzékeled. Nem akarok erről beszélni, mert csak megzavarnálak. Hol vagyunk? És ebben már könnyen megérthetjük, hogy minden fogalom és elnevezés, ami csak előfordul a kabala könyvekben,
Egytől egyig valós és konkrét, mintha magát a szóban forgó dolgot képtelenek is vagyunk elérni. Mert hogy az ezzel foglalkozók teljes kielégésre lelnek a végső teljesség megismerésében, azaz, hogy ugyanúgy mindössze csak a felső fény és az elérők érintkezéséből született és elragadtatást kiváltott cselekedetet megismerése által lehet ezt megérteni. Azonban ez teljesen elegendő és elégséges, mivel a szabály így szól, mindaz, amit csak feltételezni tudunk, és az ő gondviseléséből eredeztetünk, hogy aztán az a teremtés természetében váljék valóra, lám valahogy teljes megelégedettséget rejt magában. Mint hogy senki nem követel magának hatodik újat a készfejére, az öt új teljesen elegendő mindenkinek. Kérdések, magyarok. Senki nem akar kérdezni a hatodik újról valamit? Na, Nív, kérdez valamit. Milyen jelenságot tudjuk elképzelni? Hogy tudjuk elképzelni, hogy másfajta testük vagyunk, testben vagyunk? Élni a valóságomat a saját minőségének megfelelően érzékelem, és hogyha a minőségemet megváltoztatom, akkor minden megváltozik, a teljes valóság. Hogy milyen irányba? Ezt most nem tudjuk. Az Einsof irányába, vagy nem tudom melyik irányba. Azt se tudjuk, hogy hogy fog kinézni az ember, hogyha én az Acél világából tekintek az emberre, vagy az Acilutból. Mit jelent a fizikai test az Acilut világából? Hogyan kell ehhez viszonyulnom? A húshoz viszonyulok? Ahogy azt most látom és megértem innen lentről? Tehát nagyon nehéz, hogy meg elgondolom, hogy ugyanazt a testet és húst fogom látni akkor, mint ma. Nyilván itt erőknek a játékáról van szó, melyeket spirituális rendszerek kontrollálnak, melyeket elkezdek megismerni, elkezdek látni. Tehát amit látok, hogy ez saját testem, az csak egy rendszernek a része, amely... Mert a rendszer kontrollál, és ugye hogyan tudok valamit kontrollálni ezen a testen keresztül, és azon a rendszeren keresztül, amihez ez kapcsolódik. Tehát én nem látok a húsommal, nem látok a testemmel, tehát a hússal, a csontokkal, a bőrrel nem érzékelek. Tehát akkor ez most a fiziológiai testről beszélünk? Nem, mit mond a fiziológiai test? Tehát fogalmat sincs, úgy, mert ugye azt írja ugyan Bálaszolám, hogy ugyanúgy ismerik az emberek, mint a cukrot, a lisztet, meg nem tudom, micsoda, mintha egy szinten lennénk. De mit tudok tenni? Nekem valamilyen módon gondoskodni kell erről. Hát olyan gyorsan ne kell élned a korrekciót, amilyen csak lehet, akkor fogod tudni ezt igazán megérteni. Tehát semmit nem fogsz azt megelőzően ebből érzékelni. De egyszerűen, természetesen, ahogy egy csecsemő látja a világot, mi ugyanezt a világot nézi, mint én, de a lényegét a dolgnak, hiszen a spiritualitásban nem láthatom ugyanazt, tehát a csecsemő ugyanazt láthatja, mint egy felnőtt, de a spiritualitásban nem, mert egyszer mondtam egy példát, tehát valakinek, aki Rabasa volt az első vagy második utunk, és mentünk vissza a helyünkre, a tengertől azt gondolom, és nagyon sok kenyeret, meg nem tudom mit dobtunk ki a kajákon, és egy ilyen szeméttárolóba, és Rabas látott egy lovat, aki ott körözött, és a szeméttároló körül, és a Bina Baruchnak
ugye a Jeruzsálem utca, meg egyéb helyeken, még voltak lovak. Nagyon sok nyúl volt. Egy ilyen harmóniában voltak ott az állatok, az emberekkel. És a ló evett, és Ravas azt mondta, és mondta nekem, hogy nézd már, milyen csodálatos angyal, egy lóra. De ez egy ló volt. De ő látta az angyalt benne. Ő látta az erőt. Ő nem látta a lovat. Ő a lovat is látta persze, a fizikai szemével, de mivel neki volt spirituális látása, ő látta az erőt, ami működtette. Ez nem csak az, hogy ránézek valakire, és azt mondom, nagyszerű, meg erős, meg okos, meg képzett, hanem annak látom az embert, aki. És ő ránézett az állatra, és azt mondta, hogy ez egy állat, egy erő. Annak érdekében, hogy a lovat helyes módon lásd, ahhoz neked elérésben kell lenned. Moti, melyik, mert ebből is jól állunk. Már megint hol van a mikrofon? Ez a mi Motink, az énekes. Tehát, én azt mondta, hogy érjük el az igazságot, amilyen gyorsan csak lehet. De hogyan lehetséges ez? Vágyjunk erre, vagy erőfeszítsünk, vagy mit csináljunk? Ez ugyanaz. Tehát a vágy és az erőfeszítés ugyanaz. De az erőfeszítésnek minőségének kell lenni. Tehát értékes lehet, hogy erőfeszítést teszel azért, hogy valami komoly szintet elérj. Kapcsolódott a barátokkal, emberekkel. Az emberek már érzik, hogy valamilyen módon tehát nekünk először lehet törni az emberekhez, hogy az emberek az értelmükkel tudjanak valamit fölfogni. Tehát most a fej kezdett el másképp dolgozni, és a legfontosabb dolog, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy ez, hogy nem csak, hogy üres a világ, hanem ez valamerre irányít bennünket. És a világnak van egy irányultsága, hogy megértsünk valamit, és az, hogy miért? Ez egy nagy kérdés. Ezt világossá kell tenni, és amikor ez világos lesz, akkor másképp fogjuk látni a világot, és meg fogjuk látni, hogy ők hogyan tudnak haladni, milyen minőség és mennyiségi módon haladnak előre. Itt egy nagyon fontos változásokról van szó, nem csak valami erről vagy arról a dologról, hanem oké, tehát a két eszköz van, vagy mi összekapcsolódunk, és akkor kimegyünk az utcára, vagy pedig mi magunk terjesztjük, nem, nekünk kapcsolódni kell, mondja, és az összes szomszédunk, az velünk fog összekapcsolódni, már az arabok. Tehát az összes szomszédos országot össze fogunk kapcsolni, és aztán pedig körül a központ körül össze lehet kapcsolni az összes országot. Tehát mindenki egyé fog válni, egy kapcsolatban leszünk. Nekünk minden eszközünk megvan erre, minden eszközünk, mondja. És ez nem 10 év múlva fog megtörténni, ahogy általában beszélünk erről, hanem látjuk, hogy ez itt van a nyakunkon. Hájfából kérdezi valaki, mi a minőségi erőfeszítés? Hogyan tudok mérni valamit, hogy mennyiségi erőfeszítés helyett minőségibe leszek? Itt van egy zavar a mennyiség és minőségi kérdésekben. A minőségi erőfeszítés az a kapcsolattól függ, hogy milyen mélyen vagyunk összekapcsolódva. Tehát lehet, hogy egy millió ember kevesebb, mint ha két barát rendesen össze van kapcsolódva. És ez a minőségi erőfeszítés, amely majd átvált mennyiségbe. Tehát ugye nyilván egy idő, amíg megértük, tehát látnunk kell, hogy a világ
tudja, hogy az világ egy céllal halad előre, a többi pedig eszik, kiszik, mert holnap meg kell halni. Nem, azért, mert ők nem tudják, hogy mi az igazi ember. Azért, mert senki nem mondta meg soha. Tehát ők ezért nem képesek megérteni a csoportot, nem tudnak erre irányulni. Tehát nyilván neki a kabala tanulásnak a nyomását azt másképp kell érvényesíteni. Mert a világ 1%-a lesz az körülbelül, aki a forrásra vágyik, és az egész rendszert ezért akarja tanulni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy erőfeszítésekkel elérje ezt, és a 99% pedig az egyáltalán nem akar ebből elérni semmit. De az 1%-nak el kell ezt érni, tanítani kell a többit, és nyilván a 99% az a világ nemzetei, az 1% meg Izrael. Oké, na de itt akkor látszik, hogyha mi ezt képesen lennénk átadni nekik, akkor tehát ez megváltoztatja az egész ember életét, tehát hogy elérjük a célt, nekik ezt érteni kell. De hogyan tudjuk ezt elmagyarázni az embernek, hogy van egy célja mindennek, hogy van hogy a teremtés így jut el az elejétől a végéig. Hát ezek ők boldogan fogják hallgatni tőled ezt. És olyan fajta felkészülésen kell átmenni, hogy érezzük azt, hogy az egész világ egy belső fordulat előtt áll. Mivel a világ az elvesztette az irányát, elvesztette az orientációját. És most ki kell menni, és el kell magyarázni ezt mindenkinek, és mindenféle módon. És el kell mondani, nekünk van megoldásunk is a problémákra. Én már elmagyaráztam nektek az egész rendszert, a világot, a lelkeket. Tehát én mindent elmagyaráztatok nektek, ezt kell mondani nekik. Értitek? Tehát ez az a pont, ahol a világnak nincsen irányultsága, és a legkisebb lépésre tudja megtenni a saját irányultsága okán. Márk. Tehát a történelem során sokszor volt az, hiszen még Ábrahám is megpróbálta elmagyarázni embereknek, hogy ezt a két erő hogyan kombinálódik. Tehát lehet, hogy ezt a magyarázatot tőle kéne átvennünk. Tehát, hogy hogyan magyarázzuk el az embereknek azt, hogy miért történt. De ez igaz, ezt kell tennünk. Ezt tettük tegnap is. Tehát mi Ábrahám útját követjük, a pátriárkának az útját, szeress fele barátodat, mint önmagadat, ez Ábrahámtól származik, és ezért kell elmagyaráznunk az embereknek, hogy nincs más választásunk, mint az, hogy korrigáljuk a természetünket, elérjük a mások szeretetét azáltal, hogy eljutunk a teremtő szeretetéhez, ami aztán majd integrációra visz bennünket, a teljes rendszerrel, fölemel bennünket a végtelen világba, az idő és a tér fölé, és akarjátok, vagy nem akarjátok, a folyamat ez a természetnek a folyamata. Ez a természet végrehajtja, Benzi. Hogyan lesz a teoretikus tudás alkalmas arra, hogy megváltoztassa a világot? Mert a reform fényt magunkra vonjuk, és a tudás önmagában a TESZ, a Zohár, a könyvek, a cikkek olvasása, nyilván attól, hogy okosabb leszek, nem változtatok semmit. De az, hogy tanulunk, az, hogy a rendszerben bent vagyunk. Megjelenik egy erő, amelyet a reforma a fénynek szentelünk, és az egyetlen rendszer, amire szükségünk van. Az összes többi dolog, erre nincs szükségem. Valóban nincs semmi más szükségem ezen túlmenően. A reformáló fény, ez az, ami befolyásol engem, ami megváltoztatja a valóságot. Erre van szükségünk, mert ezáltal az összes változás megtörténik. Oké, tehát miért van arra szükségünk, hogy akik nem tanulnak kabalát, azok lássák ezt az elméleti tudást? Mindenki a saját szintjén tanul, és így kell
összekapcsolódnunk. És nekünk magunkra kell mondani a reformáló fényt. És itt különböző formában élvezni kell ezt. De mi fog megváltozni a rendszerben? Tehát nem a kabala tanulók, tehát a többieknek. Mit fognak ezek érezni az egészből? Hát mi most Izraelről beszélünk, akinek nincs más lehetőségük, mivel ők egy rendszerhez tartoznak, mert föl fog ébredni Resimóval, nincs mese, nem tudom mit csinálni. Tehát nyilvánvalóan ez a Jeruzsálemben, ez amikor a tömegeknek meg kell nyilvánulni, és de nem leszünk képesek eljutni Jeruzsálembe, amíg a tömegek nem vesznek bennünket a vállukra. Tehát mi az, amit tennünk kell? Tehát ez nem úgy lesz, hogy fölkapnak bennünket, és elrohannak velünk, hogy ó, most már értek minden. Tehát nagyon nehéz látni, tehát nekünk valami fajta fogalmak kellenek, amiket oda tudunk adni az embereknek, tehát amiket el tudunk mondani az embereknek. Igen, ki kell menetek minden este terjeszteni, mondja Rav, és egyre van készen kell állnotok erre. Tehát, hogy nyomjátok, akkor készen álltok erre, ha nem, akkor nem. Oké, na de ez azt jelenti, tehát, hogy a fizikai nyomás, az a belső nyomás, ami megjelenik, érzékszervekben, egy nagyon mély belső dologban, tehát ez egy... Tehát nyilvánvalóan itt egy nagyon magasztos vágyat kell ehhez érezni, hogy ezt megtegyétek, és kimenjetek. És ezért a világ lángol ezért, hogy ez megtörténjen, nem lesz más választásuk. Ez a legfontosabb dolog. Oké, na de ez azt is jelenti, hogy azonnal... Igen, azért, mert a nagy közönség készen áll a végső korrekcióra. Nekik egyet kell érteniük, hogy csatlakoznak hozzátok, hogy belépjenek a Gágát a vináim, belépjen a felsőnek az alapjába, és ezt az emelkedést megvalósítsuk együtt. Tehát, és ez, hogy az egyények egymásra ülnek, ugye ezt mondjuk azt, hogy ezért mondjuk azt, hogy a vállukra veszik a tömegek Izraelt. Oké, ezt én értem. Oké, na de akkor... meg kell értenetek. Tehát ennek a két dolognak integrálnia kell. Egy egyszerű kapcsolatot kell kiépíteni, és meg kell tanulni az embereket, de ezeket egyszerű tanítást kell adni, hogy ezt gyorsan el tudják fogadni. Ahogy ezt Bászalán mondja, tehát hogy nem kell több ezer évnek eltelni, hogy értsék. És akkor viszonylag gyorsan meg fogják érteni, gyorsan meg fogják tudni ragadni. Ámen, mondja Rav. Néhány bejelentés. Szentpétervári Kabbala Kongresszus hirdetjük. Hívunk mindenkit. Szeptemberben Szentpéterváron, Oroszországban.
belső kulcs, az életnek értelmének a felfedezése, a kabala bölcseletének megfelelően. Részletek itt és itt. És ezzel összefoglaltuk a leckét, és mindenkinek szép napot!